A mennyiségre talán igen, a minőségre viszont semmiképpen sem lehetett panasz a 35. nyírségi tornán. A viadallal egy időben 5 hasonló erősségű sakversenyt is rendeztek az országban, így érthető, hogy többen is a lakhelyükhöz közelebbi megmérettetés részesítették előnyben. Így is 130-an ültek asztalhoz a nyíregyházi Széchenyi szakközépiskolában, ahol nagyon sok parti csak a végjátékban dőlt el. Nagyszerű partikat vívtak a sakkozók, úgy is mondhatnám, hogy ott haltak meg a sakktáblán, tehát két királyig az utolsó leheletükig küzdöttek, és igen sok meglepő eredmény született, főleg a mesterek csoportjában. A FIDE mesterek végeztek az első 4 helyen a mesterek csoportjában, őket azonban rendkívül sokszor megtréfálták a kisebb sakkozók. Így például a 13 éves nyíregyházi Tóth Tibike, a Piremonnak az ifjú titánja, sötét figurákat vezetve megadásra késztette az ukrán Prokopisin fidemestert, aki korábban már meg is nyerte a mesterek tornáját, tehát igazán szakmai nehéz súlyú sakkozó. Ezt a partit be is mutattuk a Lólépésben sakkmagazinban. Tibike egy olyan ötletet valósított meg, ami kivétel a sakkelvek a sakszabályuk alól, és az ő nagyszerű tudását és sakkérzékét bizonyítja, hogy meg is találta ezt a kérdéses motívumot. A régió legrangosabb tornáját követően a csapatbajnokság rajtjáig kisebb egyéni versenyeken indulhatnak a megyebeli sakkozók. Minden évben szeptemberben indul be a nemzeti csapatbajnokság, az NB2-nek a szezonja, és egyúttal ekkor indul be a megyei csapatbajnokság is. Ezek után a sakkozók hetente, két hetente, vasárnaponként NB2-ben, megyei csapatbajnokságban versenypartit játszanak. A munkanapok munkával és a vasárnapi partira készüléssel telik el a jobbak esetében. Egyéb iránt az uborka szezonban, tehát szeptemberig még néhány rapid és snell verseny lesz a megye sakk életében, illetőleg a megye sakkozói kinek hogyan engedi a pénztárcája. Az ország, illetve Európa különböző városaiba indulnak el sakkversenyen ellenőrizni a formájukat, felpörgetni a tudásukat. A rapid versenyek közül a legrangosabb a nagyidei emlékverseny, amelyet augusztus 27-én rendeznek Tiszavasváriban.